Sziasztok! Fordulunk. Az mit jelent, hogy fordulunk? Lefelé, előre. Lefelé, megy előre. Japán! Tehát, hogyha megfordítom, akkor jól megy. Szuper. Sziasztok, Golda Bence vagyok. Cursor Insight színeiben. Hova én állok? Szuper. És arról, annak apropóján vagyok itt, hogy most már lassan több mint egy éve újra intenzíven fejlesztünk egy algoritmust, ami csomó mindenre alkalmas, de például aláírás verifikálása hihetetlen jó. Indultunk ezzel az algoritmusunkkal egy versenyen, ezt a versenyt minden második évben rendezik meg, egy német egyetem szervezi a versenynek a lebonyolítását. Ez egy nemzetközi verseny, nagyon sok olyan komponense van ennek az egész verseny, nem akartam többször elmondani, hogy verseny, szóval nagyon sok komponense van a versenynek, amihez nagyon kell érteni, tehát a kiértékeléshez, magához, az aláírás verifikálásnak a módszertanához. Például össze kellett szedniük egy csomó olyan hamisítót, hiszen ebben a versenyben hamisítások is léteznek, akik képesek mások helyett hamis aláírásokat így reprodukálni. Annyit érdemes tudni erről a versenyről, hogy egy csomó task van benne, és ebből mi kifejezetten azon indultunk, ami az online aláírás verifikálást célozta meg. Tehát az adatokban időadatokat is kaptunk, meg XY koordinátákat, és erről egy pár információt láttok a digitalizált minta alatt, tehát ez egy nem túl jó minőségű, nem túl jó felbontású adat. Példának okáért például egy ilyen, ezt mit csináltuk, tehát ez a saját kezünk nyoma, de látszik, hogy ezek így nagyon szövetesek. És ilyen adatokkal kellett betanítanunk azt, amit csináltunk, és ilyen adatokkal kellett verifikáltatnunk az eredményünket is. Megnyertük a versenyt. És igazából valószínűleg, ami miért itt vagytok, az, hogy ezt hogyan sikerült elérni. Tehát egy picit a New Tech Meetup-nak a New részét nem sikerül kielégíteni, mert ez egy kb. 15 éves ötlet. Az írás szakértésnek a digitális megvalósítása volt a célunk. Viszont az egy nagyon fontos üzenet számotokra, hogy alapvetően egy bármilyen nehéz problémát meg lehet oldani akkor, hogyha a csapat az ért nagyon sok olyan dologhoz, ami az ugye egyébként egy ember nem tudna érteni. Tehát ebben az algoritmusban, amit csináltunk, pszichológus, matematikus, fizikus és mindenféle más tudományterület, mindenféle gondolatai benne vannak, és ettől lett olyan, amilyen. Maga a szoftver az elég bonyolult. Itt a neveket eltüntettem a komponensekről, de látszik, hogy így sokfelé mennek az adatok. A pluszok azt jelölik, hogy melyik mennyire nehéz, és ebből én most az elsőt fogom nektek így kicsit részletesebben megmutatni. Ez egyébként egy GitHub-on elérhető open source projekt, ez kifejezetten az adatgyűjtést végzi böngészőben. Tehát ez egy JavaScript alapú valami, simán egyszerűen egy böngészőben, mindenféle alkalmazás autorizáció nélkül képes idő, XY koordinátákat fölvenni, ezzel például aláírást is lehet rögzíteni böngészőben. Egyébként egy újabb változat, ezt még nem publikáltuk így a neten, de képes arra is, hogy a mobilban elrejtett gyroszkóp mindenféle adatait ugyanígy fölvegye. Egy pici technikai részlet, amiért érdemes ezt választani minden másféle megoldás helyett. Nagyon sokat teszteltük magát ezt az adatgyűjtő megoldást. Két nagyon fontos célunk volt, ne használja feleslegesen a sávszélességet, és lehetőleg minél gyorsabb legyen akár egy egységsugarú mobilnak a böngészőjében is. Ez sikerült, mindkét feltételünket sikerült elérni. Hát például van egy full story által implementált ugyanilyen minden eseményt lenyelő megvalósítás. Ez tipikusan 5 másodperc alatt 6,5 kányi információt gyűjt, amilyenek meg 3 kányit. És ezen még valószínűleg fogunk tudni csökkenteni. A részletekről majd szívesebben a előadás után mesélek. A másik, ez az utolsó, bocsánat. A másik nagyon fontos üzenetem, hogy ez a multidisziplináris hozzáállás, ez nagyon fontos akár a nyelvek terén is. Arra jöttünk rá, hogy
az elmúlt egy évben, bár csak hárman vagyunk fejlesztők, de ennyi nyelvet érintettünk. És köszönöm szépen, várom kérdéseket. Bocs. Nagyon jó a kérdés, kicsit rákészültem. Tehát a maga az algoritmus az elég, tehát sokféle mozgás elemzésére jó, tulajdonképpen mozgás elemzésre jó. És mi jelen pillanatban két irányba tartunk. Az egyik irány az AR-es verifikálás, a másik pedig inkább egy csillagháborús tervhez hasonlít, azt nem szívesen lövöm le előre. Az aláírás verifikálása például bankokban, biztosítási ügyintézés, tehát ügyintézés, papíros vagy nem papíros, hanem esetben digitális ügyintézés során ragyogóan alkalmazható. Igen? Milyen bevételi eszközök esetén működik? Tehát mondjuk egy egeres aláírás az elképzelhető, ez alapján fog ismerhető, vagy mindenképpen tehát a kérdés az volt, hogy milyen bevételi eszközök esetén használható az algoritmus. Bármilyen olyan bevételi eszköz, aminek a végén az ember van, mondjuk az ember keze, most első sorban vagy első körben, ez így alapvetően alkalmazható, illetve vannak olyan feltételeink, ami a felbontásra, illetve az időbeli felbontásra vonatkozik. Tehát ez az első pár szlájdban említett 75 dpi, meg a 85 hertz, vagy bocsánat, fordítva. Mindegy. Tehát ez a 75 dpi, 75 Hz, ez egy ilyen alsó határ. Egy tipikusan egy böngészőben egérrel történő mintavételezés egyébként alkalmasra teszi az algoritmust arra, hogy használjuk. Még akkor is, hogyha egyébként amit egérrel csinálsz, az csak kevéssé hasonlít egy aláírással. Igen? Kicsit itt elveszve, hogyha egy tetszőleges szövegből meg tudja mondani, hogy kiírta, Mármint akkor, hogyha ezt kézírással veszi föl? Igen. Milyen terjedelmi grafikai anyagoknál ad megbízható eredményt, egy szignónál is, vagy egy teljes év aláírásnál, vagy egy egész sor kell? Bocsánat. Tehát ez a László felirat, ami itt van, ez körül az alsó határa annak, amit érdemes így belerakni az algoritmusba. Tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen egy-egy vonal az sokkal kisebb bizonyosságú eredményt fog adni. Tehát itt alapvetően egy biometrikus azonosításról van szó, tehát nem egy igent vagy egy nemet ad vissza a gép, hanem egy százalékot és egy szignifikancia szintet. A szignifikancia szint az pont azt mondja majd meg, hogy mennyire biztos a gép abban, amit döntött. Ezek szerint ilyen szignó jellegűeknél, tehát a korlátozottabb kisebb terjedelmű grafikai anyagoknál ennek a megbízhatósága csökkenhet, jól értem ebből? Igen, de például egy... ez a arány csökkenhet az azonosításnál. A szignifikancia szint fog csökkenni, igen. Jó. Ez, nem, tehát ez mindig az alkalmazási területnek a saját beállítása, hogy mi az a szignifikancia szint, ami alatt ő képes elfogadni. Mondok el egy másik példát, ha nem biztos az algoritmus abban, hogy azt az embert látja, akit valóban látnia kéne, akkor lévén ez egy online algoritmus, kérhetünk tőle egy második szignot, vagy kifejezetten kérhetünk tőle egy aláírást. Például a kokáira, hogyha egy milliárdos szerződést kell valakinek aláírnia, akkor attól egy teljes aláírást fogunk kérni, akár 20-szor is, hiszen hogyha a 20-ból csak egyszer is, vagy bocsánat, a 20-ból mondjuk 19-szer nem jól ír alá, akkor az nagyobb probléma. Egy 2000 forintos tranzakciónál az egy másik eset. Még egyet kérdezhetek, más kérdések? Igen, nyugodtan. Mit tud kezdeni az öntorzítással? Mert ugye említetted, hogy nem jól ír alá, hát én emlékezik, hogy nem jól ír alá, akkor az nagyon fontos, hogy tehát az aláírásunk nem csak korral, hanem úgy általában napszakon belül is változik. Abban az esetben, hogyha elegendő mintát gyűjtöttünk egy felhasználótól, akkor képesek vagyunk arra, hogy ezeket a torzításokat automatikusan kiküszöböljük. Tehát mi nem az aláírás
mozgás képét elemezzük, illetve nem csak ezt elemezzük, hanem magát azt a mozgást, ami a háttérben van, amit alapvetően a felhasználó keze végez. És ezekben megjelennek olyan jegyek, amik kifejezetten mindig az emberre jellemzőek. Ez is egy olyan kulisszatitok, amit így, tehát most el fogom mondani, mindegy. Alapvetően a háttérben a program több százezer feature-t állít elő automatikusan. Ennek vannak olyan részei, amiket mi találunk ki, hogy mi legyen, és van olyan, amit a program automatikusan gyárt le. És ezek közül a feature-ök közül mindig van egy csomó olyan, ami kifejezetten egy-egy emberre vonatkozik. Bocsánat, csak néha sípolok. És utolsó kérdés. Tamás. Nem végigfigyeltem. Vannak ezek olyan fajta trekkelések, amikor tök általános dolgokra, böngészés közben, mondjuk egy formkitöltés közben nézik az egérmozgást, hogy ilyenre kipróbáltatok a sajátotokat, és hogy az kb. Milyen eredményt adott arra. Ez a csillagháborús termünk része. És majd ilyen gonosz cégeknek akarjátok adni? Reklám, NSZ? Tehát alapvetően a másik irányban, és akkor erről majd inkább a előadás után beszélgessünk, vagy hát szívesen beszélgetek erről bárkivel. Ugye a csillagháborús termünk az, hogy általános böngészésből, tehát sima egyszerű böngészési folyamatból a különböző pszichológiai jellemzőkre próbálunk meg következtetni, és a reklámtargetálás szerint megtámogatni. Oké, akkor a következő. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.